Tavaly az időjárás a Continental arénába kényszerítette a mezőnyt, idén viszont igazi utcai kosaras idő várta a játékosokat. A Kossuth téren és környékén felépített 8 pályán 9 kategóriában mérhették össze tudásukat a csapatok a főszervező legnagyobb megelégedésére. Nagyon elégedettek vagyunk, tehát részint az időjárás nagyon jól megszerveztétek, ez mindenféleképpen egy fontos szempont, de most már 17-szer vagyunk itt, ha jól számolom, kisebb, nagyobb kihagyásokkal, az elmúlt 30 évben mióta, 32 mióta működik a streetball, és egyre népszerűbb Nyíregyházán ez a játék, nagy örömünkre szolgál, hogy itt több mint 70 csapat van. Végül rekordlétszámot könyvelhettek el a szervezők, a vállalati bajnokság minitornájának résztvevőivel együtt 80 csapat töltötte kosárlabdázással a szombatot. Szerencsére Nyíregyházán ennek nagy hagyománya van, itt a régióban talán mondhatom azt, hogy egyedüli városként rendezzük meg évlévre ezt a streetball rendezvényt, úgyhogy nagyon hirdetni nem kellett, habár azért a szokásos média csatornákon keresztül ezt megtettük. Nem tudom, miért alakult úgy, de idén rekordszámú csapat nevezett, ennek nagyon boldog vagyunk, talán azért, mert a kosárlabda egyre népszerűbb. A szakág népszerűségét tovább növelni egy olimpiai szereplés, amelyről idén csak kevéssé maradt le a magyar válogatott. Nekem a szívfájdalmam az olimpiai selejtező, ami a 3-3-ban volt, hogy ott nem jutottak ki a lányok, mert lett volna egy visszaigazolás, ami egyébként így is nagyjából megvan, hogy ez az utcáról el lehet jutni az olimpiára. Most a gördeszkások próbálkoznak, a falmászok, egyebek, de egyre népszerűbb ez a játék, egy kicsit élesebb körülmények között két játékvezetők, de itt kell megtanulni. Tehát itt ezek a kisgyerekek, akik itt a hátam mögött dolgoznak, ezeknek már van sikerélményük, és én abba bízom, hogy ezek közül majd valaki ezt szeretné profibb szinten is csinálni. A válogatott tagja volt a nyíregyházi kosársuliból induló Papp Klaudia is, aki az olimpiai selejtező után felhagyott a 3x3-as játékkal, és már a nagypályás nemzeti csapat tagjaként készül a világbajnoki előselejtezőkre. Sok-sok évvel ezelőtt mi is itt kezdtük egészen pici korunkban ezen az eseményen, és hát én nagyon örülök neki, hogy ez minden évben itt megrendezésre kerül Nyíregyházan, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy most idén sikerült sok év után megjelennem és részt vennem az eseményen. Hát sok szép emlék fűz ide, az biztos. A nyíregyházi torna győztesei bekerültek az országos döntőbe. A finálit szeptember 14-én, a Magyar Kosárlabdázás napján a budapesti Hősök terén rendezik majd meg.